kap egy kalácsot névre szóló sablonban, mindenkinek a kezdőbet, nevének a kezdőbetűje ott van rajta, majd a Flóra mindenkinek kiosztja, jó? Palástot készítenek a kis szuperhősök a Babits Mihály Kulturális Központ e heti tematikus táborában. Mindenki a saját nevének kezdőbetűjével ellátott Superman emblémát rajzolhatta a palástjára. A szervezők számos kiváló programot terveztek a hétre, de a koncepció része volt az is, hogy a mindennapok hőseit bemutassák a gyerekeknek. 10 gyerekkel indultunk a héten, hétfőn a rendőrség tartott tájékoztatót a közlekedésről. Nagyon élvezték, rengeteg kérdésük volt, társas játékokat is hoztak, úgyhogy nagyon szuper nap volt a hétfő. Kedden a katonaság volt nálunk, ők a Prométheusz Parkban akadálypályát csináltak a gyerekeknek. Egy egész délelőtt lent voltunk, úgyhogy teli voltak kalanddal, gránátot hajítottak, kúsztak, másztak. Nagyon-nagyon-nagyon tetszett nekik. Holnap megyünk a Rizó állatsimogatóba, délután pedig kézműves foglalkozás lesz, pénteken pedig moziba megyünk. Scooby című filmet fogják megnézni a gyerekek, délután pedig játszóterezünk, kihasználjuk még a jó időt. Tavaly csináltam először, és akkor így eszembe jutott, hogy a mindennapok hőseit is mutassuk be a gyerekeknek, és akkor így a katonaság, tűzoltóság, rendőrség, ők jöttek tavaly is, és ők, akkor ezt az idén is bevettük ezt a programot. Ez olyan jól sikerült, hogy hétfőn mindenki rendőr, kedden mindenki katona szeretett volna lenni, kivéve Zengődi Miklóst, aki saját bevallása szerint nagyon elfáradt a kiképző pályán. Katonai akadálypálya is volt. A tesóm mindenre jót mondott, én mindenben elfáradtam, mert nagyon nehéz volt. De azért tetszett? Hát igen, a célbadobás volt az egyik kedvencem. Nagyon sokat szoktunk kézműveskedni, nagyon szeretek ilyen dolgokat csinálni. Úgyhogy, hát nagyon örülök, hogy anyukám beiratott ide. A szerdai rossz időjárás nem kedvezett a szabadtéri programoknak, így előre hozták a kézműves foglalkozást. Ma palástot fogunk készíteni, vagyis már készítenek, és pajzsot. Állarcokat is készítettek, karspajzsot is fogunk készíteni, úgyhogy hogy minden napra valami kis szuperhősös kézműves foglalkozást tartunk. Mindent, amit a kézműves foglalkozáson elkészítünk, ezt hazavihetik. Ezen kívül kapnak még szuperhősös kulacsot, sapkát és egy zsákot. Augusztus 10-től a kézműves alkotótáborban várják az érdeklődőket.